Baján konvojban járnak ezek az autók, hatalmas plakátokkal a Fidesz jelöltjére hívják fel a figyelmet. Az autókra hangos bemondót is szereltek. Ne hagyja magát megfélemlíteni, ne hagyja, hogy átverjék és küldözzék, ne féljen Hajnai Gyurcsány és Mesterházi embereit, ne higgyen, hogy gyűlöletet keltő Teket Melindának és társainak. A Fidesz megvédi ön, az ön szavazatára is szükség van. Jöjjön el és szavazzon október 13-án vasárnap Kovács Csabára a Fidesz jelöltjére. Tisztelt Bajai! Vasárnap október 13-án újra választás lesz. Ne hagyja magát megfélemlíteni, ne hagyja, hogy átverjék és küldözzék. Ne féljen Hajnai Gyurcsány és Mesterházi embereitől. Ne higgyen, hogy gyűlöletet keltő Teket Melindának és társainak. A Fidesz megvédi ön, az ön szavazatára is szükség van. Csapista, te jó, Peter, rihegszről is. Hát tetszik nekem, mert totálisan a gyalágyultnak tűnik ez az egész dolog, de azért ne felejtsük el, hogy a kormányzó oldal szempontjából van tétje a dolognak, mert hát mi történik akkor, hogyha elvész Baja? Mert ugye már itt arról beszélünk, hogy... Egy képviselőhelyről van szó. Tudod, hányan vannak a kormánypár? Csak 10. Hány az ellenzékek? 4. Azt én tudom, na, de az egy-két, könyörgök, szimbolikus. Hát Baja kérlek szépen a magyar halászlénynek a fővárosa. A magyar halászlény nem kerülhet a baloldal kezei közé. Hát hova jutunk akkor, és ezzel még nem fejeztem be, mert hát Baján telepedett le Rózsavölgyi Márk, akit a csárdás apjaként tisztelnek. Most a baloldal képes volna egyszerre rátenni a mocskos kezét a halászlére és a csárdásra. Hát vége volna a nemzeti együttműködés rendszereinek. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ebben ne következzen. Hát ráadásul, Bajnai Gordon Bajai. Ami aztán tetéz mindent. Ennek a tétje. Bajától vissza kell szerezni Bajnai Gordont. Ezt most elrontottam. Bajának jóvá kell tennie azt, hogy Bajnai Gordon nem született. Nem, hát ez az egész, ez annyira abszurd, mint az én legbénább kémfilmben, tehát hogy így... Látta valaki Kálmán Olga tegnapi műsorát, ahol bent volt a szocialista jelölt, és mutatták, hogy hogyan követik, és egyforma sötét, méregdrága Volkswagenekből ilyen primitív videokamerákkal, és akkor a videokamerát levideokamerázták, és akkor a szemét védte, és utána meg elmesélték, hogy hát mi, Szolnokról jöttünk, egyetemisták vagyunk, is pénzt keresünk, a filmek, hát azokat este megnézzük a diák otthonban, így egymásnak filmezünk. Szóval ez valami, szóval ez már bacsó film, nem? A Tanúban nincsenek ilyenek, pedig hát bacsó szerintem az... Hát ugye így az még nem fejezte be, igen, bocsánat. Igen, nem csak így azzal a gondolattal kiegészített, tehát hogy én még hozzátársítom azt is, hogy Rogán Antal szerint ugye Baján nem történt választási csalás ebben a szavazókörzetben, hanem csupán egy kampánycsendsértés, ami nem azonos bármilyen csalással, de hogy ezek után futunk neki hát ilyen abszolút jelenetekkel. Azt se tudjuk, hogy ki követte, azt se tudjuk. Hát mert nincs róla videó, persze. Hát ki követhet, nem. Az a roma, az a mi roma, igaz, de viszont, és akkor, szóval... Nekem ebben az egészben az nem tetszik, hogy megint az a veszélyes, hogy ez már megint mennyire nem az emberekről szól. Hát figyeltem én is riportokat, és egy helyi fogalmazta meg a legjobban, aki azt mondom, most muszáj szó szerint idéznem, egész évben le sem szarnak minket, bezzeg ilyenkor jönnek. Ilyenkor mindenki mosolyog, ott van, egymást veszik, 70 kamerával mindenki, vajon ki fog előcsolni, hogy ez már mennyire nem az emberekről szól. Tehát ez hosszú távon szerintem azért nagyon káros, mert ez az egész rendszer, választás, demokráciának ez már egy ilyen paródiája. És hát ami igazán szörnyű, és azt gondolom, hogy ez nem bajai kérdés, van tűzifa, nincs tűzifa. Hívunk közmunkásnak, nem hívunk közmunkásnak. És azért ez már nem játék. Itt most nem egy kiló száraz tésztáról van szó, hanem a francia nyelv meg arról, hogy meleg lesz abban a házban, vikilóban, ahol egy egész cigány család húzza meg magát. Szóval ez azért már túlmutat azon. Ez már engem nagyon-nagyon zavar. És ez különösen nyugtalanító, hogy azért ez előképe annak, hogy mi lesz jövő tavasszal. Tehát ha ez az egyetlen pici önkormányzati választókörzetre ennyi pénzt, ennyi energiát, ennyi figyelmet szánnak azért, hogy a 10-4 az nehogy 9-5-re változzon, hanem megmaradjon. Tehát
Ez mutatja, hogy óriási tét van a kormánypártok oldaláról ebben a választásban, nyilván az ellenzék oldaláról is, de azért az is látszik, hogy kiépült egy olyan rendszer, amin semmilyen rést nem lehet engedni, mert abban a pillanatban, hogyha itt valaki előre tör, akkor az egész működtetett intézményrendszer és a mögötte levő korrupt hálózatok veszélybe kerülnek. Itt egészen durva kampányra lehet számítani. Én csak abban bízom, hogy 10 év múlva úgy fogjuk megnézni ezt a videót, hogy milyen borzalmas idők voltak, de jó, hogy vége, és nem úgy, hogy ez volt a kezdete annak, ami most van. Hát, hogy vége. Ma este például ugye ingyen bográcsozás lesz Baján. Ez kérem szépen, ez egy 19. századbeli eljárás. Erre is gondolhattuk volna valamikor, hogy de hát ennek már vége. Nincs vége. Ma is az folyik, ami már folyt a 19. században is. Magyarország egy nagyon hagyományőrző hely. Hogy 50 év múlva mi lesz, azt nem tudom, de hogy a ma lévő struktúrák még akkor is működnek, mi fognak abban, hogy majdnem biztos vagyok. Az egyik internetes lap beszámolójában azt is olvastam, ugye az ingyen bográcsozás, hogy még ajándéksorsolás is lesz, tehát hogy valószínű, hogy telefonokat fognak kisorsolni. Na ez nem volt a 19. században. Hát ez nem. Következő film.